nem szégyellik magukat. Sápadni a kezemben a lant, egy-egy merészebb hangot ad. Ha a közelgető viharnak megérint hírmondó szele, s dalom, mint elkapott madár, a földről magasba száll vele. A víz csak készülőben van még, és nem szakít le egyebet. Itt ajkamról egy-egy hangos szót, a fákról egy-egy levelet. Hajd majd, ha minden erejével fog dúlni és üvölteni, szívem mélyét forgatja föl, s a fák gyökerestül lépi ki. Jaj! Kerültem én ebben az egész dologban, mert itt sok minden elhangzott az expedícióval kapcsolatban. Le kell szögeznem, hogy semmiféle ilyen ügynök megkeresés felém nem volt, hál' Istennek, bár volt valami gyanú. Lényeg az, hogy én önmondatokban 85-ben megcsináltam néhány barátommal a Kecskeméti Városi Televíziót. Ez akkor az újdonság volt, mert nem úgy, mint ma, hogy millió televízió működik. Országban második volt, és már kezdetén azt mondtam, hogy bizonyos érdekes dolgokkal érdemes úgy foglalkozni, hogy nem csak napi műsor szintjén legyen meg, hanem hogy maradjon meg valami ezeket. És hát ezek közé tartozott ez az ügy is. Címszavakban Borzák Tibi újságíró barátom szólt, hogy van ez a lehetőség, és fölhívtuk a Morvait. Nem részletezem, a Morvai abszolút belement a dologba. Nekünk volt erre kapacitásunk, felszerelésünk, én többször jártam már, voltam már Szibériában, és először szóval elmentünk megcsinálni ezt a filmet. Na most, hát sok meglepetés ért bennünket, tulajdonképpen a film hátteréről mondanék néhány gondolatot. Volt Szovjetunióban, ma sem egyszerű filmezni, ezt aki járt kint, az tudja, tehát eltelik, hogy nem tudom mennyi év, amikor így gyanakvással övezik az ember. Rengeteg olyan szituáció volt, amikor egyszerűen elzárkóztak. Ennek ellenére, ahogy itt délelőtt is mondtam, sikerült ugye naplószerűen végigkövetni az eseményeket, és felvenni dokumentálni magunkat, és ebből született az első film. Mind a két filmnek sajnos a magyar televízió részéről is a fogadtatása az meglehetősen negatív volt, de az ismert és itt elhangzott okok miatt. És ezért született az a ötlet, hogy Emiliával egy pályázati nem nagy jelentős összeg megnyerésével megpróbáljuk megnézni, hogy abban a bizonyos kritikus időszak elteltével, tehát a 89-90-es, hogy változott a dolog, mert gyanús volt, hogy igen. Hát kimentünk, érdekes módon a Morvainak is felkeltette ez az érdeklődését, de külön voltunk. Nem az ő pénzén. Ugye én ezt a kifejezést használom, hogy nem a... Ott mondták ezt, hogy már megint a Morvai bérencei vagytok, mondták, szó sincs erről. Érdekes volt, hogy a... akkori Burját miniszterelnök azt fogadott bennünket, de most meg kell, hogy mondjam, hogy ilyen véletlen szerencsék is közre játszottak ebbe, és egész normálisan a filmbe elmondta, hogy mi lenne a feladat. Majdnem azt mondom, hogy szinte ilyen a világszövetségnek tehát azt mondta, hogy ezt szerintem végig kell csinálni, ez egy fontos dolog. Ő már
Akkor nem volt olyan nyomás alatt, de nagyon óvatos volt, és akkor sajnos ugye végig követjük ezeket az embereket. Erről fog szólni most ez a kis film, hogy hogyan és miként változott meg a dolog. Én azt kérném, hogy ugye ez majdnem 30 perc, hogy inkább megállunk, és akkor szívesen válaszolok. Tehát a kritikus részeknél megállnám, és akkor, ha valakinek van kérdése, akkor vitassuk meg, és a semleges részeket átugorjuk. Akkor elkezdjük. Adták el véleményüket az akkor történtekről. Szibériában a 19. században valóban sok ember volt számüzetésben. Forradalmárok, dekabristák, a volt cári Oroszország területeihez tartozó országokból. Többek között lengyel forradalmárok is. Feltehetőleg az önök országából is voltak. Egyelőre csak azokkal az adatokkal rendelkezünk, amelyek a történelemből maradtak ránk. Ezért is voltak 1989. júliusában az ásatások a burját kormány engedélyével és részvételével. Megtalálták akkor a nagy magyar forradalmár költőnek, Petőfi Sándornak feltételezett földi maradványait. 11 éve tudományos vizsgálatot végeztek, hogy megállapítsák, tényleg Petőfi maradványai-e. Amennyire emlékszem, a maradványokat a burját kormány engedélyével szállították el. Szerződést kötöttek és ideglenesen elszállították, hiszen a jogszabály szerint Oroszország tulajdonában vannak. Ha még szükség van időre a vizsgálat folytatására, akkor ezt sem ellenezzük. Én nem vagyok sem tudós, sem antropológus, sem régész. Az én segítségem abban nyilvánult meg, hogy a barguzini ásatásoknál a minisztertanács képviselője voltam, és helyben oldottam meg a problémákat, amelyekkel hozzám folyamodtak. 1990. januárjában Nemzetközi Bizottság alakult Petőfi Sándor maradványainak azonosítására. Tagjai voltak Alekszandr Kivanyenko, én, Nikolaj Ivanovics Krücskov, a volt miniszterelnök helyettes, és Boris Vasiljevics Danilov, a Burját Tudományos Központ felelős titkára. Mi voltunk Moszkvában. A tudományos kutatások, ha jól emlékszem, második vagy harmadik napján Alekszejev akadémikus nekem személyesen mondta, igen, valószínű, hogy férfi maradványokról van szó, és lehet, hogy ezek Petőfi Sándor maradványai. Ez a beszélgetésünk délben volt. A szovjet kutatócsoport vezetője, Alekszejev akadémikus és magyar részről dr. Harsányi László csoportvezető délután hivatalosak voltak a magyar követségre. Két órányit beszélgettek ott, visszatérve kijelentették, hogy női maradványokról van szó. Mellesleg a kutatásokat még nem fejezték be. Ezek után sok változás történt. A Szovjetunió szétesett, úgy szintén a világ kommunista rendszere. Több mint 10 év múlt el. Júliusban már 11 éve lesz, hogy megtalálták Petőfi feltételezhető sírját. Az érdeklődés ez iránt nem csökkent, és nem csökkent most sem.
Ha úgy döntik el, hogy tényleg Petőfiről van szó, akkor ez úgy lesz. Ha másképpen, akkor ez negatív eredmény lesz. Tudomásom szerint a tudományban a pozitív vagy negatív eredmény, az mindig eredmény. A hír nagy szenzációt keltett Magyarországon. Voltak hívei is a mi kutatásainknak. Párhuzamosan dolgoztam én itt, és egy másik kutató Kárpátalján. Ő egyfajta összekötő láncem volt Magyarország és Burjátföld között. Később bekapcsolódtak a munkába az első magyar kutatók, akik küldték saját levéltári irataikat. Ezek a második világháború előtti újságok voltak, melyekben szó volt arról, hogy az első világháború foglyai, mikor hazatértek Magyarországra, közzétették visszaemlékezéseiket arról, hogy látták a sírt Barguzinban. Amikor magyar barátaink elhoztak Moszkvából egy volt barguzini lakost, Jurij Davidovics Vinokurt, ő pontosan megmutatta a helyet, ahol Küchel Becker és Petőfi sírját látta. A fivére sírja mellett volt Petőfié. Ezen a helyen 89-ben elkezdtük a régészeti ásatásokat. Morvai szervezett egy nemzetközi antropológiai kutatócsoportot, mely orosz, amerikai és magyar antropológusokból állt. Bekapcsolódott a mi tudományos akadémiánk is, melynek az volt az álláspontja, hogy nem ismeri el a földi maradványokat Petőfi maradványainak. Hasonlóan zajlottak az események a magyar küldöttségben is, Harsány vezetésével. Amikor Moszkvába érkeztünk a nemzetközi szakértői szemlére, rögtön rájöttünk, hogy állításainkat nem fogják elfogadni. Azután kezdődtek a kellemetlenségek. A doktori disszertációmat, amit már előre elkészítettem, nem tudtam megvédeni. Novoszibirszkben nem akarták bevenni megvédésre. Végül a Tudományos Akadémiából is elbocsájtottak. Azért volt nagyon érdekes, mert Petőfi földi maradványai itt voltak nálunk, de Magyarországon a sajtóban azt híresztelték, hogy a csontváz női volt. Hogy lehetséges, nem tanulmányozván a csontvázat ilyen következtetése jutni? Egy fénykép alapján talán. Moszkvában a nemzetközi szakértői vizsgálat tagjai is sokáig vitatkoztak. Kétféle ismertetőjelet véltek látni, férfit és nőit egyaránt, azaz maguk sem tudták eldönteni, hogy férfi vagy női csontvázról van szó, de arra a következtetése jutottak, hogy női. Mi próbáltuk cáfolni ezt, hisz Petőfi alakja tényleg nőies volt. Nehezen tudom magamban felidézni, hiszen 10 évvel ezelőtt történt. A Tudományos Akadémiától kért morvai antropológust, sajnos csak én egyedül voltam, tehát engem hívtak. Kiszeli professzorral és az amerikai Bruce Latimerrel dolgoztam együtt. Ők nagyon jól képzett szakemberek voltak, és mi nagyon jól együttműködtünk. Sajnos az antropológiai adatok szerint 100%-osan nem lehetett állítani, hogy Petőfi csontvázát találtuk meg, de semmiféle ellentmondásos adatokat nem találtunk. Nekem ez volt a záró nyilatkozatom, melyet az ügyhöz szerintem mellékeltek. Egy antropológus, különösen kroneológus, mint én, aki koponyákkal foglalkozik, nem állíthatja 100%-osan, hogy Petőfiről van szó. Természetesen én úgy gondolom, hogy európai embertípus, habár az újságban azt írták, hogy mongol típusú női csontváz. De ez nem így van. Úgy vélem, hogy ez férfi csontváz, habár vannak határvonások. Másik részről pedig a Petőfi leírásokból tudjuk, hogy vékony, törékeny ember volt, antropológiailag gracil. Az életkora, testmagassága, mármint a csontváznak, minden megegyezett. Úgy gondolom, hogy erről Moszkvában is beszéltek, amikor a csontvázatot megvizsgálták, de az ő véleményük más volt. Először Alekszejev professzor kételkedett. Ő nem mondta határozottan, hogy női csontvázról van szó, de lehetséges. Amint említettem, Petőfi vékony alkatú volt, ezért kissé nőies a csontváza. Amit a genetikusok fognak mondani, végül is azt tesz pontot majd az ügyre. Bármilyen válasz jó lesz. És ez nem kisebbíti az előző kutatások értékét, mert választ kell kapni, vagy igen, vagy nem. Az előző kutatás csak a kezdet volt, ennek a fontos problémának a megoldása. Kérem szépen, csak azért állítottam meg, mert itt 3 embert láttunk, akik gyakorlatilag 10 év múlva, főleg az első úr, aki én is lehet mondani, hogy a politikai biztos a kutatásnak, ő kimondott egy olyan dolgot, amit lehet, hogy sokan tudnak, hogy meghallgatták a Magyar Akadémiának a képviselőit, és utána visz, azt közölték velem, hogy, hogy akkor ez az alacsony már nem jön ki akkor a vezetőből. De én nem akarok elkalandozni, de ez az intézet volt az annak idején, aki nagy nehezen beismerte ezt a bizonyos lengyel tragédiát, ezt a katonai mészállást, tehát szóval itt bizony
komoly ellentmondások voltak. A Burájev egyébként ő is kitartó, sőt annyiban segített nekünk, amit is tudtok, hogy hát ő az akadémiánál dolgozik, és bevitt bizonyos iratoknak a fénymásolását intézte. Tehát 10 év múlva a Barbuzini, illetve Ulán Udei felek kitartottak amellett, mert már nem volt rajtuk akkor a politikai nyomás, hogy a lakoni expedíció az bizony eredménnyel járt, és akkor elérkeztünk egy olyan ponthoz, amit mindenki itt szép sorban felemlegedett, hogy bizony ez a DNS vizsgálat tehetne pontot el az ügyre. És sajnos ez egy elég zavaros ügyé vált. Gyakorlatilag én megkérdeztem, akkor még egy kicsit misztifikáltan kezelték a DNS vizsgálatot, hogy lehet ezt nagyon egyszerűen lezárni. Itt ilyen négyszem közti beszélgetések során már említettem, hogy itt minták vételének a sorát végezték el. És a ellentábor, akinek az élén az akadémia állt, illetve áll, ezeket valahol elrejtette. Most a filmben lesz egy olyan rész, ami miatt itt nagyon sokan felháborodtak, nem itt, hanem hogy általában a Magyarország közélemény. Én megszólaltattam úgymond az ellenzőket is, és kívánok szakmatisztességet kívánok, hogy akkor ne az legyen, hogy csak egyik oldal beszél, lépjünk róla. A 90-es évek folyamán kisebb-nagyobb hevességgel szinte végig zajlott a nyilatkozatháború a kutatásról, a csontvázról és a dokumentumokról. Egyre inkább felmerült a mindent eldöntő DNS vizsgálatok szükségessége. Alapvetően azonban a Magyar Tudományos Akadémia bizottságainak és a Barbuzini expedíció résztvevőinek és támogatóinak véleménye teljesen ellentétes maradt. Az előbbiek szerint nő volt, akit megtaláltak Szibériában, és semmi szükség sincs további vizsgálatokra, az utóbbiak pedig kitartottak amellett, hogy Petőfi Sándort találták meg. Nagyon makacs legendáról van szó. Általában úgy gondolják az emberek, hogy az 1989-ben kezdődött a szibériai vagy barguzoni ügy. Ez azonban egyáltalán nem így van. A múlt században nem sokkal a segesvári fehéregyházi ütközet után tulajdonképpen elindult már a szibériai legenda története. A 89-es barguzoni ügy nem innen indult, hanem egy 1939-es 40-es újságcikkből, ami ugye arról szólt, hogy első világháborús hadifogoly bizonyos Schwiegel Ferenc bír egy fotót és adatokat arról, hogy világháborús hadifogsága idején látta Petőfi sírját Iliszunszkban. Na most ennek nyomán alakult tulajdonképpen ez az expedíció. A véleményemet összefogva röviden azt tudom mondani, hogy a Petőfi filológiát, tehát az életrajzot, az életművet, az utóéletet ismerve semmi egyetlen pici nyomocska sem mutat arra, hogy ő tovább élt volna. Aki ismeri az életművet, a verseit, a barátainak a nyilatkozatait róla, a személyiségéről, annak a számára ez egy meglehetősen délibábos gondolat, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. A jelenleg ismert történeti források szerint azonban csak azt tudjuk mondani, hogy a segesvári ütközet napja után Petőfit se élve, se holtan senki bizonyosan nem látta. Bauer Lajos őrnagy, aki szintén a BEM törzskarában szolgált és Segesvárnál fogságba esett, a fogságból megszökött, és ő a foglyok között nem találkozott Petőfivel. Ez szerintem meglehetősen erőteljes bizonyíték amellett, hogy Petőfi nem volt a foglyok között, akkor pedig nyilván csak a halottak között lehetett, ha csak el nem ment román vándorpópának az erdélyi havasokba, de azt hiszem, hogy ezt is kizárhatjuk a feltételezések közül. Mert először azt kellene bizonyítani, hogy Petőfi Sándor akár ő, akár pedig más magyar hadifoglyok társaságában egyáltalán kikerülhetett Szibériába. Amíg erre nincs bizonyíték, addig szerintem akár az antropológiai, akár a genetikai vizsgálat teljesen fölösleges.
Hát szerintem nem kéne vele többet foglalkozni. Az én véleményem az, hogy belekezdeni volt teljesen fölösleges, tehát szerintem az akadémia 1989-es vezetését súlyos felelősség terheli ebben a kérdésben, mivel új bizonyíték 89-ben sem vetődött fel, akkor kellett volna abba hagyni, teljesen fölösleges volt belemenni magába a Barguzini expedícióba, illetve a közös azonosításba. Most már ezt a folyamatot nagyon nehéz megállítani, mert ugye a közvélemény nem nagyon érzékeli ezt a folyamatos előremenekülést, csak azt látja, hogy milyen igazságtalanok ezek a történészek, irodalom történészek, antropológusok, régészek és egyebek, mert hogy nem hajlandók hozzájárulni a DNS vizsgálathoz. Én meg azt mondom, hogy amíg nincs bizonyíték arra, hogy Petőfi egyáltalán kikerülhetett, addig Arany Jánost is nyugodtan kereshetnék Szibériában. Tehát úgy, ahogy van, el kellene felejteni az egészet, és abba kellene menni. Téged kell felejteni. Alapvetően hibátokat tartom, és a mi. Neki sincs bizonyítéka rá, neki sincs. És miért kockázik erről? Az a... Bocsánat, mit csinálj? Ja, igen. Hoztam egy könyvet. Tudom, ismert. Megvan, ismert, igen. Iskolákban... De is, ezt értelősítik. Iskolákban... Óriási példányszámban kiadták. Ki az író? Herman Robert és... Kovács László. A legendát népszerűsítik. Na most, hogyha ők azt mondják 2000-ben forgattam ezt a filmet, hogy ezzel nem kellene foglalkozni, akkor ők még csinálják. Ez mi? Így van. És hát itt akartam mondani, hogy valószínű, hogy a Sándoréknak a működése váltotta ezt ki, mert különben ugye szóval muszáj volt nekik is lépni, most egy nagyon szépen illusztrált könyv, semmi problémája van. Sok szép kép van benne. Sok szép fényes kép van benne, és döbbenetes dolgok, itt mindenkit elmondanak. Itt még engem is, de erre én ilyenkor hozzá szoktam menni, hogy itt milliómos lettem meg, mint tudom, hogy ilyenek vannak benne. Hát ugye ez a hadifogói, stb. Na most csak a lényegről nem akar beszélni, tehát itt elhangzott, hogy ellenzi a DNS vizsgálatot. Nem beszél arról, hogy a minták hova kerültek. Akkor én nagyon örültem a Antóniának a Matolcsi féle történetét, Racki Zita, nem tudom, mi van most. Most, hogy új vezetés lett, most nyugdíjasként kapott egy szobát, most kérdezik. Igen, ám csak, hogy ő egy szót nem tett az, hogy a Matolcsi féle ügyről, holott nekik tudni kellett azt, hogy feldolgoztuk az egész Petőfi filológiát, minden, semmit nem tudtok. A riport előtti beszélgetésnél mondtam, hogy amit tud, amit gondol, mondja el. Körülbelül ennyi volt, azt mondta, hogy egyáltalán hajlandó leülni, hát az is nagy megtiszteltetés volt, hogy nagy nehezen kinyögtem, hogy most nem a Morvai megbízásából vagyok itt, és akkor még most következik két csodálatos ember. Köszönjük őket. Átugorhatjuk a gondolat. Ez nagy élmény. Nézzük meg. Őt használja a Tudományos Akadémia, hogy igazolja. Tessék megnézni, hogy ki ez. Udvarosnak nem alkalmaznánk a hiszen. Lehet egy kérdése? Persze. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a kérdés arra, hogy nem akarják, hogy DNS vizsgálatot csinálnak. Csak ez a egy probléma megoldódik. Tulajdonképpen ez az egésznek a mondani, hogy ez a forduló és kulcspontja. Na most hozzá kell, szóval őszintén, mi megkerestük az amerikaiakat. De a Kiszeli, amikor még élt, akkor ő azt mondta, hogy tudnék mondani, olyan levél jött, hogy nő, de a Kiszeli azt mondta, és most már az itteniek ismeretének birtokában én is azt mondom, hogy az akkori mintára juttatás nem volt korrekt. Tehát ott, magyarán mondva, akkor egyszerűen mondom, hogy szóval nem az a minta került az intézetbe, tehát magyarán egyszerűen egy női mintára. El tudom képzelni, mivel hát szóval ilyen, ahogy Sándor is mondta, meg itt többen mondtátok, hogy ekkora, hogy mondjam, háttér apparátussal ezt simán meg lehetett tenni. Kiszeli feszegette azt a problémát, hogy az az ember, akinek szóval nem jogilag korrekt módon lett átadva, mint a
Nekem itt azt mondta a vége felé lesz a filmnek a egyik kutató, hogy ezt nem úgy kell csinálni, hogy ez Petőfi Sándornak a DNS mintája, és akkor mondjátok már meg ezt, hogy ez Petőfi Sándor, hanem oda kell adni 5 darab mintát. Így van. 1, 2, 3, 4, 5. Az 5-ből. Egy független ügyvédi vagy csoportnak legyen tudomás arról, hogy az 1, 2, 3, 4, 5 micsoda, és hogyha azt hozzák ki, hogy az 5-ös, ami eleve ugye az volt, akkor nincs miről vitatkozni. Ez nem akar sehogy sem megtörténni. Én meg a magam részéről ezt a minta elveszést és eltüntetést tartom inkorrekt, amikor megmondom más is. És én azt mondom, hogy kérem szépen, nekem van egy fél órányi filmanyagom, és az még bizonyító erővel, tehát hogy fűrészelik a csontokat és teszik üvegbe a mintákat. Most ha megvan a csont, akkor be lehet azonosítani ezt a csontot. Tehát én egész közeli makrofelvételeket csináltam. Azok az emberek, akik ebben a könyvben is szerepelnek, harsányok nem tudott. Menjünk tovább, hogy a tekintetek arra, hogy Kovács László képe van ott, a Kovács László az akadémia munkatársa, és az előbb azt mondta, hogy mikor utaztatok ki 1990-ben a moszkvai összehasonlítása, akkor nálam volt egy derék. Nem ő, a másik, vagy mindjárt egy másik Kovács, nem, a másik Kovács az a szegedi antropológus. Ő is benne lesz. Ő már óvatosabb volt, de ő kicsit a periférián mozgott, őrült, hogy beválasztották a bizottságba, és tőlem érdeklődött, hogy mi van. De egy levelet vitt, kinek itt a levelet? A moszkvai, tehát az Alexei végnek a moszkvai tudomány. Mi volt a levélben? A levélben a magyar államfoglalásról berögzítve, és ő miután, és ez oroszul ismert volt, és ez azért itt oroszul, hogy hát akkor ezt kell mondani. Ja. A kényszerét érzem ismét rá nehezülni a szakmai oldalra, ugyanis most abban a minőségemben beszélnék, mint az egykori Nem Petőfi című kötetnek a szerkesztője, aki közelről láttam a kötetben íróknak a munkásságát és az egész hozzáállását ehhez a témához. Nagyon egyszerűen és világosan lehetne megválaszolni a kérdést, azért nem kellene ezt újból bolygatni, mert a Bargozini csontváz nem Petőfi. Tökéletesen felesleges bármiféle vizsgálathoz hozzáfogni, hiszen amikor az akadémiát belekényszerítették abban, hogy állást foglaljon, és az akadémia kijelölte a megfelelő szakembereket, társadalom és természettudományos szakembereket, azok a legnagyobb tisztességgel és a legnagyobb hitelességű eljárásokkal arra az eredményre jutottak, hogy ezt a léggömböt kiszúrták, a léggömb kipukkadt, és azóta se sikerült kifoltozni. Ebből következik, hogy ne csóválja már, ha lehetséges a farok a kutyát, abba kellene a dolgot hagyni, ennek vége van. Nem Petőfi meg lehet állapítani, most nem kell előre menekülni azzal, hogy miután az összes forrásra építő légvár összeomlott, nem foglalkozunk többet azzal, hogy micsoda csőddel ért véget ez az egész akció, hanem előre megyünk a mitokondriális DNS vizsgálat irányába, fölösleges. De ennek ellenére azt mondom, hogy ha semmiképpen nem lehet ezt megúszni, akkor azt úgy kellene eljárni, ahogy annak idején a fővárosi önkormányzat előtt ez írásba lett fektetve, az egész csontvázat haza kell hozni, tehát összes darabját haza kell hozni, utána Farkas Gyula professzor úr talán rendelkezésre áll, és Kiszeli Istvánnak a csontvázat vissza kell azonosítani, tehát önmagával kell azonosítani, és utána pedig el kell végezni legalább 3 intézményben a vizsgálatokat, abból egyik lehet az, amelyet Kiszeli Istvánék jelölnek ki, másik 2, amit ez az oldal jelöl ki, azért, hogy meg lehessen állapítani, hogy férfi vagy nő. Magamnak semmiféle kételjem nincs arról, hogy nő, és rettenetesen szerencsétlennek tartanám, hogyha ez a nyomás még mindig tovább hat azért, hogy ezeket az ostoba vizsgálatokat újra és újra elvégezzük. Biztos vagyok benne, hogy ha a mitokondriális DNS vizsgálat nem lesz eredményes számunkra, akkor eltelik 5 év, 10 év, és ha még életben leszünk, akkor kezdjük ezt a dolgot ismételten is újra előről. Később az álláspontok mindössze annyiban közeledtek egymáshoz, hogy mindkét fél a tudományosan igazolható eredmények közül a DNS vizsgálatokat tartotta elfogadhatónak az ügy lezárásaként. Én azt hiszem, hogy a 20. századi legnagyobb magyar krimivel állunk itt mi szemben, ugyanis egy természettudományos vizsgálatból politikai ügyet csináltak. Nem
kívánatos Petőfinek a magyarság eszméje, és nem kívánatos a szabadság eszméje most. Én azt hiszem, hogy valahol ez van háttérben, és valahol nagyon primitív embereknek nagyon primitív presztízs kérdése mozgatja ezt az egész ügyet. Szóval egy ország, amelyik Európa Unió felé tart, teljesen érthetetlenek ország részéről, hogy ilyen primitíven viselkedjen egy tudományos probléma megoldásánál. Én természetesen állok elibe az esetleges nemnek is. Ezt már említettem, tudomány magában hordja a tévedhetőséget, de én annyira egyértelműen magam részéről ott már, Barguzinban, ebben a csontvázban, Petőfit láttam, tekintve az életben minden egyedi jellegzetessége, a sérülései, a szemfoga, a sípcsontjának a torziós elcsavarodása, és folytathatnám, mind megvolt. És ezt mi annak idején a két amerikai és az egy szovjet, értezett burját származású, de szentpétervári antropológussal, ezt mi írásba is foglaltuk. Csontvázat nem hoznám haza, mert bizonyos körök 1990-ben kérték faxon, illetve hát akkor még telexen a Szovjet Tudományos Akadémiát, hogy semmisítsék meg a Barguzini 7-es számú csontvázat. Tehát nem hoznám haza, mert féltem ezt a csontvázat, és nem zárnám széfbe, mert kegyeletsértésnek tartom. Egyetlen egy dologban vagyok hajlandó részt venni, a csontváznak a hitelesítésébe. Tehát lemérem még egyszer ugyanúgy, mint ott Ulán-Udéba, és elmondom azt, hogy ezek a csontok azok a csontok, vagy nem azok a csontok. Én továbbiakban nem vagyok ebben hajlandó részt venni, nem tudok részt venni, mert én nem vagyok genetikus, tehát én ahhoz nem értek, amit a genetikai vizsgálatok akarnak csinálni. A továbbiakat, meg az előzményeket tovább is fönntartom. Hát szóval én ezt nagyon alaposan meggondoltam, úgyhogy nincs semmi indokom arra, hogy ezt megváltoztassam. Az igazság az, hogy ez egy beteg egyének a csontváza, és itt annyira betegségéből kifolyólag, annyira hát változtak a jellegek, hogy hát vannak azon bizony férfias jellegek is, de főleg nőies jellegek. Szóval éppen a határ területen van, úgyhogy ez nem volt egy könnyű eset. De hát ugye több mint 200 méretet jelzőt határoztunk meg, hát ugye annak alapján azért mégiscsak valamit lehet mondani. Akkor állítólag kivitték a csontvázat Kanadába, Amerikába, ahol DNS meghatározást végeztek. Állítólag, én ezt mondom, állítólag, mert nem láttuk az eredményt, akkor felvetették, hogy ezt vitassuk meg, mondtuk, rendben van, írják le, hogy milyen módszerre végezték, mi az eredmény, és akkor lehet szó erről mai napig, ennek a se a módszer leírása, se az eredmény nem áll rendelkezésre. Különben is ez már a genetikusokra tartozik, nem mi ránk. És most ismét felvetődött a DNS elemzésnek a problémája, ami egy újabb inváziót fog elindítani a téren, mert itt megint egy csomó olyan dologról van szó, ami hát enyhén szóval is nem fel meg a valóságnak, például az, hogy Magyarországon ilyennel nem foglalkoznak. Na most itt ahhoz, hogy elindulhasson az egész, csak azt lehet csinálni, hogy csontvázat vissza kell hozni, mind a ketten, hát Iszelivel megnéznénk, megmérnénk, tehát azonosítanánk, hitelesítenénk a csontvázat, és akkor a részünkről befejezve és lezárva az ügy, egy teljesen független intézménynek, például igazságügyi orvosi intézetnek, vagy ehhez hasonló intézménynek átadni, azok vegyenek bele mintát, egy-egy mintát, ha fölbontják a Petőfi kriptát, azokból is mintát, és még ehhez kellene például egy Árpád-kori, egy Avar-kori, vagy hasonló föltárt területről egy-egy minta, ezeket úgy megszámozni, hogy az illető ne tudja, hogy melyik a állítólagos Barguzini lehet, melyik a Petőfi rokonsága, melyik az avarkori, határozzák meg két különböző helyen, és utána azt mondják, az egyes és az ötös között van összefüggés, vagy nincs, ez így lehet tisztességesen megoldani. De ez, ahogy most így elképzelik, ez nem teljesen tiszta dolog. Jelen pillanatban, innen is el kell mondjak egy sajnos egy szomorú történetet. Amerikában van a csontváz, 4 tudós tud róla Amerikában, 4 kutató, 4 híres ember tud róla, hogy hol van a csontváz. A régi hatalom hatalmasságai köztük a... Ezt most nem akarom, hogy nyíltan kimondani, tehát jelen pillanatban az Egyesült Államokban van a csontváz. Ezt a csontvázat már megpróbálták
nevemben a akkori hatalmasságot fog elhozni. Csak nem tudták, hogy én ott milyen feltételekkel helyeztem letétbe. Ezt csak én tudom, és a Kiszeli professzor. Jelen pillanatban az Amerikában lévő csonto azért várott, és többször felszólított engem már a burját kormány, hogy vigyen vissza, de nem viszem addig vissza, még el nem végezzük ezt a kutatást. Azért vár az Egyesült Államokban, hogy Magyarországon a Kerepesúti temetőben lévő Petőfi család sírbontját föl nem, sír emlékét föl nem bontjuk. Egy nemzetközi közjegyzők és tudós csoport jelenlétében ki nem veszünk belőle kontrollanyagot, amiből adunk a Tudományos Akadémiának is egyet, mint ahogy adtunk az Amerikába kiszállított csontokból is egy darabot, elvégzik a DNS vizsgálatot, és akkor megnyugodt szívvel kimondhatjuk, Petőfiről beszélünk, vagy nem Petőfiről. Annyi sok mindenre elpocsékolunk rengeteg pénzt, annyi sok mindenre fölöslegesen mennek el forintok, de én még csak nem is forintot kérek, én csak a lehetőséget, a törvényes lehetőséget. Hát szégyellem magam mindazon hivatalnokok helyébe, akik még csak egyszerűen a hivatali hatalmukat arra próbálják felhasználni, hogy ezt a kérdést tovább akadályozzák. Nézzenek már magukba, gondolkozzanak el, bírálják fölül a korábban hibásan történt döntéseket, és az igazság érzet érdekében kérem tisztelettel őket mindannyiunk érdekében, legalább ebbe az egy kérdésbe tegyünk már tisztességesen pontot, ha már nem tudunk a magyar, egyszerű magyar embereknek, akik megfizették ennek a rendszerváltásnak az árát, ennivalót adni, akkor legalább igazságérzetet adjunk ezen a Petőfi kérdésen keresztül. Legalábbis úgy gondolom, egyszer be fog ez következni, legalábbis gondolom a fiam nem fog addig fölnőni, még ezt én be nem fejezem, én pedig életben maradok addig még. Vagy visszaviszem Szibériába ezt a csontot, vagy Budapesten eltemetjük az édesapja és édesanyja mellé. Szóval itt egy rakásfélelmi elhangzott, de ez a bizonyos többek által felvetett független DNS vizsgálat nem történt meg a mai napig, legalábbis én úgy tudom. Tehát ilyen egy vizsgálat bizonyosan volt ez a Clevelandi, amire Kiszeli azt mondta, meg is nevezte azt az embert, aki már hónapokkal a mintaanyag, akinek átadta a mintát, az hónapokkal előtte már kint volt, és utána amikor hazajött, akkor az akadémiába egy elég magas kitüntetést kapott. A többiek, hát itt én rosszul mondtam a nevét, a Farkas, a szegedi, az óvatosabb dolgokban, ő volt az, aki ezt a levelet közvetítette, talán még él, mert ugye azért az idő elhaladt, és itt egyre fogyok a résztvevők, mármint azok, akik, hát egy élők sem volt, egyébként sem volt a Burán jelet kivéve Barmuzinba, meg a Borai. Úgyhogy ott tartunk, hogy ez a DNS vizsgálat, ez még ma is a hátralévő feladatok egyike, de itt én a magam részéről, ha egyáltalán variáció, én nem fogadom el ezt a variációt, amit az akadémia mond, többet sem, de ezt biztos nem, hogy nem lehet megfelelő mintához jutni. Mert ennek az anyagnak, ennek a csontvázanyagnak, hát lehet, hogy jobban tudjátok, drágább három helyen, ha nem több helyen van letétben. Ezért mondtam, hogy mielőtt, hogy várom, hát, ha én most behoztam volna, hogy akkor az is egy hiteltelen lenne. Tehát ez valóban ez ennek a dolognak a nyitja. Na most itt jön egy hasonló nevű ember, aki azt mondja, hogy tudományosan ennek ma már nincsen akadálya. Pedig hát ez 2000-ben mondta, és azóta valami hihetetlen módon fejlődött, ahol indítsuk el az ellátást. Időközben, és különösen az elmúlt egy-két évben rendkívüli mértékben fejlődtek és finomodtak a DNS kutatás módszerei a hazai laboratóriumokban is. Azt tudni kell, hogy a régi eltemetett csontokból egy megfelelő módszerrel lehet DNS-t izolálni.
olyan régi csontokból is, mint például a múmiák. Ez megtörtént, nyugati laborokban elvégeztek ilyen jellegű izolálási procedúrákat. Azt is el kell mondjam, hogy a honfoglaláskori csontokból a genetikai intézet munkatársainak is sikerült egy újonnan kidolgozott eljárás segítségével 100%-os hatásfokkal DNS-t izolálni. Tehát ez az első lényeges szempont, hogy sikerüljön DNS-t izolálni egyáltalán a csontokból. Azt is tudjuk most már, hogy a siker nem elsősorban csontok korától függ, hanem attól a környezettől, ahova az illetőt annak idején eltemették. A másik probléma az, hogy meg lehet határozni az így izolált DNS-ből az illetőnek a nemét, hogy milyen nemű volt. Az antropológiai vizsgálatok mellett a DNS vizsgálatok azok, amelyek rendkívül nagy pontossággal választathatnak arra, hogy az illető milyen nemű. Tudni kell azt, ugye, hogy minden embernek van 46 kromoszoma, ebből a 46 kromoszomából kettő az, amit nemi kromoszomaként tartunk nyilván. Férfiakban XY, nőkben két X kromoszoma található, és az X kromoszoma az, ami tulajdonképpen a női mi voltját adja az embereknek, és az Y kromoszoma az, ami a férfi mi voltunkat adja. Az X és az Y kromoszomán találhatóak olyan genetikai jegyek, amely mind a két kromoszomán megtalálható. Azonban vannak olyan eltérések, amelyek specifikusak, azaz vagy csak az X-kromoszomán, vagy csak az Y-kromoszomán találhatók meg. Így módon tehát a DNS-nek ezen szakaszait fölsokszorozva megmondhatjuk azt, hogy egy adott csontminta az férfitől vagy nőtől származik. Vannak olyan egyedi bélyegek, amelyek csak az adott egyénre jellemzőek, és ezek az egyedi bélyegek a szülőktől öröklődnek, tehát anyai és apai haplotípusok, mi ezt így hívjuk, tehát kromoszoma készletek egy adott bélyeg alapján szerencsés esetekben elkülöníthetők. És hogyha sok ilyen bélyeget vizsgálunk, akkor nagy valószínűséggel megállapíthatjuk azt, hogy az illető a vizsgált személynek az apja volt, az illető a vizsgált személynek az anyja volt, azaz kizárhatóak azok, akik nem voltak rokonságban az illetővel. Ezt a módszert alkalmazzák manapság a modern igazságügyi orvostanban. Ennek az egésznek a legkritikusabb része az, hogy megfelelő minőségű DNS-t lehessen nyerni az adott csontmintából, vagy adott csontmintákból. Ha ez a megfelelő minőségű DNS minta rendelkezésre áll, akkor a mi laboratóriumunk és több más laboratórium is Magyarországon valószínűleg képes arra, hogy az általunk alkalmazott módszerrel, vagy esetleg más módszer, de megint csak DNS genotipizálási módszerrel azonosítsa, vagy összehasonlítsa ezeket a mintákat. Ezek a vizsgálatok természetesen nagy szakértelmet, nagyon költséges és nagy érzékenységű gépeket igényelnek, azonban ahol ez az infrastruktúra már rendelkezésre áll, ilyen például mi laboratóriumunk is, itt végül is a konkrét vizsgálatoknak a konkrét anyagköltségén túl, ami inkább a 10-ös nagyságrendben mozog, tehát mindenképpen 100.000 forint alatti nagyságrendről van szó, ezen túl igazán komoly költségekkel valószínűleg nem kell számítani. Természetesen, ha egy ilyen felkérés érkezik, akkor mi szívesen megpróbálkozunk, és lehetőségeink szerint megpróbál megbirkózni ezzel a feladattal. Ez a labor egy igazságügyi DNS labor, és azt kell tudni, hogy a sejtben két sejtalkotó van, az egyik a sejtmag, a másik az úgynevezett mitokondrium. Az igazságügyi DNS technikák nagy része az jelenleg a sejtmagra koncentrálódik, és itt, amennyiben használható DNS-t találunk, akár csontban vagy egyéb emberi szövetben, teljes bizonyossággal megmondható az, hogy az illető milyen származási viszonyokkal rendelkezik, tehát melyik családból származik. Van egy másik, az utóbbi időben előtérbe került technika, az úgynevezett mitokondriális DNS technika, amely segítségével olyan esetben is lehet véleményt mondani, amikor a magban már elpusztultak, szétroncsolódtak ezek a DNS molekulák,
tekintettel arra, hogy egy sejtben csak egy kópia ilyen mag-DNS van, addig mitokondriumból, ebből az energiaszolgáltató sejtalkotóból viszont akár 1000 vagy 10 000 darab is, tehát magyarul a mitokondriális DNS az 1000 vagy 10 000-szer több, mint a mag-DNS. Tehát ha egy súlyos állapotban nagyrészt lebomlott DNS-sel rendelkező csontvázat kell vizsgálnunk, akkor a mitokondriális DNS technikával még van remény arra, hogy véleményt tudjunk a holttest holtartozásával kapcsolatban mondani. Nem az a lényeg, hogy a holttest vagy egy csontváz milyen régi, hanem a benne lévő DNS molekulák milyen állapotban vannak. Több 1000 éves, sőt 7 millió éves szervezetből, tehát például egy rovarból, amire egy gyanta rácseppent, használható DNS molekulát lehetett kivonni. Itt a csontoknál az a nagyon fontos, hogy milyen környezetben volt a csont, tehát az ott lévő baktériumok hozzá tudtak-e férni a csontvázban lévő DNS-hez, és azt el tudták pusztítani teljes mértékben, vagy nem. Ha nem, akkor szansz van arra, hogy ebből használható DNS-t tudunk kivonni, és egyértelmű vizsgálatot elvégezni. Ennek a vizsgálatnak véleményem szerint első lépésben ennek a kérdéses csontváznak a nemét meghatározni, amelyre molekuláris biológiai módszerekkel rendelkezünk, tehát ezt el lehet végezni, amennyiben ez egy női csontváznak bizonyul, így gyakorlatilag pont kerülne már az elején az egész kérdésre. A vizsgálat átfutási ideje az attól függ, hogy milyen módszerrel, milyen minőségű DNS-t tudunk kivonni. Ha az első vizsgálatoknál, az első kivonásoknál már jó minőségű DNS-t lehet kapni, akkor ez gyakorlatilag viszonylag rövid idő, tehát néhány hét alatt a vizsgálat elkészíthető. Természetesen elvállalnánk egy ilyen csontváznak a vizsgálatát, hiszen ez a feladatunk. A DNS vizsgálatot nagyon sokféleképpen lehet csinálni. Tekintettel arra, hogy mi egy igazságügyi labor vagyunk, ezért nekünk a legjobb vegyszereket, a legtökéletesebb kiteket kell használnunk, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy tévedjünk. Elhárult tehát az akadálya annak, hogy itthon is elvégezhessék a csontváz nemét eldöntő kromoszoma vizsgálatokat. Ha ez férfira utalna, a további rokoni összetartozást bizonyító, ellenőrző méréseket a Petőfi szülők maradványaiból történő mintavételek alapján kellene elvégezni. A feltételek tehát adottak, és mindössze néhány hét alatt, minimális költséggel kiderülhetne a másfél évszázados legenda hitelessége. Tisztázni lehetne a költőinek vélt csontváz hovatartozását. A Petőfi legenda kutatása egyelőre viszont csak arra hívta fel a figyelmet, hogy tudományosan eldönthető kérdésekben sokkal nagyobb együttműködésre van szükség a hazai és külföldi tudományos kutatók és intézetek között. Hiszen az egyre tökéletesebbé váló genetikai azonosítási módszerek ma már minden további vitát kizárhatnának, amennyiben mindkét fél előzetesen és kölcsönösen elfogadja ezt a vizsgálati módszert. Kérem szépen, itt a kicsit hosszúra jönni tudományos fejtegetés a DNS-ről, azért két dolgot én legalábbis úgy látom, hogy megoldanak. Az egyik, amit mindegyik kutató hangsúlyozott, hogy a nők és a férfi, de ezt tisztességesen nem történt meg. A másik, hogy tovább lehetne utána lépni, de hát hogyha most ennél a DNS ügynél maradva, tehát ha ez sem sikerült, sem akkor, sem azóta elvégezni, akkor itt ez az egész DNS dolog ez így megakadt. Tehát ez majdnem azt mondom, hogy az akadémia valamára hagyja a vizet. Itt nem véletlen, hogy azt nem erőltették. Igen, hát a pár éve volt az a kínai DNS-vizsgálat. Annak az eredményei viszont teljesen nyilvánosak.
számszerűsítve, amit a genetikusok tudnak olvasni, azt... Igen, tehát azt minden további nélkül alapnak lehet venni. És hát ehhez kellene... A Tudományos Akadémiának a véleménye az, hogy ez nem jó ez a vizsgálat. Jó, hát szóval... viszont... Jó. Igen. Azért használ, mi használható? Szerintem totálisan használható, csak tehát ehhez kellene vagy egy másik Petőfi erekéből egy mintát venni, vagy Petőfi apjától, vagy Petőfi anyjától. Mert én úgy látom, köszönöm szépen, mert a kínait azt még én is követtem, csak annak is az volt a, most nem a kínai vizsgált eredményét kérdőjelezem, hanem szóval, hogy a morvai időközben meglehetősen hiteltelenné vált, és azt még ő intézte. Az számomra is egy elképesztő dolog volt, hogy egy kínai tudományos akadémiai vizsgálatot a Magyar Tudományos Akadémia, hogy mondjam, hiszen nem fogad el. Tehát azért jó, nyilvánvalóan a Kínában is vannak dolgok, de azért ne misztifikálja már az akadémia azt, hogy egy másik akadémiának, bár most azt kell, hogy mondjam, hogy ez látszólag ellentmondás, de ugye pont a úgymond orosz vagy szovjet tudományos akadémiának a ide-oda billegése, és azt bizonyította, hogy ebbe a kérdésbe bizony beleásta magát rendesen a politika. Keményen. És itt a szünetben beszélgettünk arról, hogy azért lassan nem fogynak az emberek. Nem, tehát azok az emberek, akik még tanulói voltak, van, aki megírta, van, aki nem írta meg az ügyhöz kapcsolatban, és akkor felbukkannak azok a dolgok, amik számomra is itt rendkívül gyerekesek és izgalmasak. Hát a Morvainak egyetlen, de teljesen téves vagy szókozlása volt itt, hiszen, hogy ő nem szeretné, amíg a fiam addig felnőne, még ez a kérdés meg nem oldódik. Lehet, hogy mindig ilyen kicsi a fiam, de nem nő fel. Tehát ő is azt hiszem, ahogy Sándor mondta, hogy ő kiszállt ebben az ügyből, talán ha jól értettem. Tehát, csinált egy ilyen áttemetést, vagy mindegy. Tehát az a vonal megvan, tehát maradt itt a Világszövetség, meg maradt néhány az ügy mellett kitartó orosz magyar kutató, és telnek az évek. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a néves vizsgálatot kellene még talán erőltetni, amíg lehet, de ehhez és ez a gondolom lényege, tehát ez azért valamilyen szinten szükséges a tudományos élet független hozzáállása, amit én most még nem látok. Lehet, hogy rosszul látom, de nem látom, mert én most nem emlékszem annak az embernek a nevére, aki most utoljára nyilatkozgat az akadémia részéről, de ilyen középtermető kicsit kopaszos ember, de... Kovács László. Nem, hanem most van egy ember, aki mindig az akadémia nevébe időt. Nem a Herman Robert? Nem a Herman Robert, az egy 1000%-os. Hát, hogy az akadémia miért nem foglalkozik ennek a dolognak a kutatása, milyen Herman azt képvisel, hogy nem kell foglalkozni, ugyanakkor kiadnak egy teljesen döbbenetes könyvet, amit nem is nem akarok itt népszerűsíteni, de ez annyi tárgyi tévedést tartalmaz, és kinyilatkoztatásokat, hogy szóval ez egy embereket már börtönbe csodálnak ez benne van. Úgyhogy én, ha van olyan kérdés, amiben tudok valamit nyújtani, de pont a film előtt már itt sok mindent elmondtam. Én azt nem hiszem, hogyha most bárki kimenne még, tehát Barbuzinban talán már nem. Itt vannak mellékszálak, amit azért a Világszövetség és Kivanenkoik pontról pontra megtápoltak. Ez a nehéz hadifogoly. Ez engem megdöbbentett, hogy Herman Robert
kijelenti, hogy itt nem ilyen aztán végképpen történhetett, és akkor mégiscsak felbukkannak magyar nevek, és sőt, hát... Amikor szó lesz mindjárt ilyen, tehát hadifoglyok, visszajöttek, igen. És akkor ezek szépen viszik előre az ügyet, csak hát az idő az nagyon gyorsan múlik, és nem igaz az, hogy ezt az egész problémát, most így gondolok, ezt fél év alatt úgy lezárni, hogy ezek a rejzak végső állatok is lezajlanának. De ez a nem felesleges, szükséges ismételgetések, ez sajnos még mindig jelen van. Tehát egy 2018-ban megjelent könyve, amikor itt kronológiai, illetve egész fejezetek vannak arra, hogy mondok, vittek, nem vittek hadifoglyokat, meg hamis emlékező a Barmozidény csontvázról, meg hát itt ugye nyilván, hogy ők megszólt, máig tartó hisztéria. Ez egy népszerűsítő kiadvány, semmilyen tudományos értéke nincs, a nagy közönségnek szánták, nagy példányszámba, szép képekkel, a legendát igazolja ennyi. Nem is drága, mert én egy iskolába jutottam hozzá, meglepve láttam, hogy egyfelől ilyen tanulmányi versenyekkel osztogatták, a másik pedig az volt, hogy mondták, hogy na, akkor most kisfiam, ezt olvasd el, mert itt van a kérdéseket. A gyerekeket így félrevezetni azért nem szép. De most ezzel nem lehetődhetünk meg, hiszen ez zajlik már, nem tudom, 70 éve, vagy több éve. 170. Tehát, igen, 500 éve. 170. Tessék megnézni, hanem oda van téve a könyv az asztalra. Tudom. Jó, nem azt mondom. A Borzár Tibor, mert ugye ez nem milyen? A legobjektívabb, tárgyilagos, elfogulatlan közlés arról, hogy ugye, ez lehet mondani. Igen, ez mi az? Elfogulatlan, mindenkinek lehet ajánlani, mert senki nem köthet abba bele. Ott vannak a következő kiadványok, ugye a Burják részről mi minden indult meg. Ott egyre nagyobb munka bontakozik majd, kigondolom én. Csak tudjuk ezt mondjuk lefordítani, vagy tolmácsolni, vagy közölni. Tehát ugye a másikok, viszont ők nem számíthatnak arra, hogy az iskolába fogják osztogatni a gyerekeknek, ugye? Sőt, még ugye arra is tudok példát, hogy a könyvtáros azt mondta a Borzár Tibor könyvét keresőnek, hogy ezt nem ajánlja neki, és ne olvassa el. Tetszik érteni? Ez a probléma, hogy a média, a politika minket nem támogat ebben. De nem csak a hazai politika nem támogat minket, mert a felső politika sem támogat, mert ki le van írva, hogy a közép-kelet-európai térségben élő népektől el kell venni a példaképeket, le kell járatni őket, a nemzetállamokat fel kell számolni, a kereszténységnek vége hamarosan. Tehát, hogy vannak ilyen tervek, 50 évre osztva, és az igazság az, hogy lépésről lépésre a globalizáció itt a szemünk látára valósul meg. Ennek muszáj ellent mondanom, mert azért mondok ellent, mert az Európai Uniónak most már lassan ez lesz a második ciklusa, amikor az Európát alkotó nemzeti közösségek kulturális sokszínűségét és kulturális örökségét helyezi alapvetően a pályázatoknak a célkitűzésére. Azért tudom, mert múzeumban dolgozom és pályázunk ezekre a pályázatokra. És nagyon sokat és jelentős összeget szánnak arra, és az az álláspont, hogy igenis akkor lesz Európa érdekes és különleges,
ugye akkor vonza ide az embereket, és nem akarja engedni, hogy a globalizáció egyen színűvé varázsolja Európát, mert akkor ugye nem jön ide a nyugat-európai Kelet-Európába, és hogyha a kormány nem lopta volna a pénzt, akkor a kelet-európaiak is eléggé jobb anyagi körülmények között lenne a gazdaság, és jobb anyagi körülmények között élnének az emberek, és megtehetnék, hogy elmenjenek és megnézzék az észak- vagy a nyugat-európai kultúrát. Már annyi megmaradt belőle, mert Kelet-Európa és Dél-Kelet-Európa, meg Dél-Európa azért különleges és érdekes, mert a hagyományok őrzése folytán még nagyon sok színű és nagyon sok érdekes dolgot tud ajánlani. Tehát ez most a központban van, és ezt őrizni akarják, és szeretnék, hogy is mondjam, felhasználni. A fenntartható fejlődésnek az egyik alapkövének tartják a kulturális sokszínűség megtartását. Ezt azért tudom, mert három vagy négy pályázatot is pályáztunk a múzeummal és a Tudéssel. Igen, de ez elsősorban Közép-Európában. Igen, az egy másik szint, amit a... Más terület lehet, igen, de ez, igen. Ez itt. Viszont a nyugaton ugye rengeteg ellentmondást tapasztalunk, mert miközben például ilyenről is van szó, hogyha nem javítják ki az Európai Unió eddigi hibáit, ugye akkor nem történik meg az, hogy vissza lehet találni ezekhez a dolgokhoz, és semmi nem teljesül abból, amit mi reménységképpen. Ezzel egyetértek, de azért válaszok meg olyan embereket európai parlamenti képviselőnek, akik harcolnak azért, hogy ez a kultúra tovább éljen és virágozzon. És erre is csak azt tudom mondani, hogy tessék elolvasni az Európai Unió honlapjánban, mert magyarul is megjelennek a tanulmányok, és például a támogatások és a célkitűzések azok ciklusra vannak osztva. A nemrég lezárult, 2014-ben lezárult ciklus összegző kutatásai, egy tényleg független szakértő alapján, vagy munkája alapján állították össze, megmutatták azt, intő példaként minden európai nemzet számára, hogy amikor egy következő ciklusnak a témáit gyűjtögetik össze, és én magam is részt vettem ilyen kérdőívek kitöltésében, magyarul, direkt magyarul, pedig beszélek angolul is, tehát megjelennek minden nyelven, akkor kiderült, hogy ennek a következő ciklusnak a témáiban a legnagyobb társadalmi mozgalmat a német civil szervezetek fejtették ki, hogy ott a legtöbb ember önállók adta le a szavazatát, és az alapján gyűjtögették össze a témákat, azért, mert ők a legtöbb embert megmozgatták, akkor nyilván az ő témáit kerültek előtérbe. Tehát könyörgöm, az Európai Unió egyfolytában ezt mondja, hogy tessék mindenkinek részt venni benne. És most is volt a választás előtt egy olyan többszörös kérdői sorozat ment az interneten, amire magyarul is lehetett jelentkezni, és lefordították az egész többi országban lévő kérdéseket is. Mindenki feladhatott egy olyan javaslatot, hogy szerintem mivel kellene foglalkozni az Európai Parlamentnek, meg hogy mi lenne a legfontosabb, hogy foglalkozom bármit, amit jónak talál, és azt mondták, hogy az első 10 legtöbb szavazatot kapott, mert adni is lehetett javaslatot, és szavazni a már meglévőkre, hogy igen, nem, javaslom, nem javaslom, és a többi. És a legtöbb 10 szavazatot kapott Európa szerte, azt az Európai Parlament elé viszik, hogy gondolkodjon el rajta, hogy ez a idézőjelben a népnek az európai népnek az akarata. Hát könyörgöm, mi a dolga az európai parlamenti képviselőknek, vagy a jövendő képviselőknek, aki az akarata, hogy mondassa meg a magyarokat, hogy igen, igen, az Európai Parlament eddig figyelembe vette azt, hogy Európa lakosságának mi az akarata, meg a véleménye? Kénytelen lesz figyelembe venni. Kénytelen lesz, az rendben. Most alakult Európai Unió, tehát jó. Most szavaztunk az Európai Unió. Ami most alakul, annak várjuk meg a végét. Ne várjuk meg a végét. Vegyünk aktívan részt benne, mert jogunk van aktívan részt benne. És hallgassuk a saját hallgatókat. Ha szabad ezt kérdezni, alelnök ura. A nyilaink akkor hova kell irányítani? Szerintem egyelőre irányítjuk el a témát. Ugyanis nagyon sok érdekes dolog elhangzott, nekem két dolog jutott eszembe. Dr. Farkas Gyula, az a Parisos fehér törvényes, akiről kiderült, hogy mikor ő utazott arra a mindent eldöntő összehasonlító vizsgálatra 1990-ben Moszkvába, vele, ugye? Igen. Mutatott egy levelet, amely levelet a Magyar Tudományos Akadémia küldött a moszkvai tudósoknak,
amiben mi volt? Hát ez tulajdonképpen, akiket felkért az akadémia, mindenki kapott egy ilyen levelet. Én a Gyula mellett ültem a repülőgépen, és azt mondta, hogy nyilvának, hogy ebben mi vártok oroszul, és akkor megtaláltam benne, hogy Éta Zsécsinál. És akkor mondom neki, hogy Gyula, ez az, igen, és nem volt tisztában, hogy ennek miközön van az előzetessel megkapták a... Akadémia levelet küldött, nem is szégyelték, legalább postán adták volna föl zárborítékba. Moszkvai elvtársaknak azt a levelet küldték, amiben az volt, hogy tessék olyan eredményt hozni, hogy ez nő. Ez a Farkas Gyula nem szégyelni, hogy most nyilatkozik, és ő pártatlannak mutatja magát, hogy ameddig a bizonyítások, az eredmények nem bizonyítják, hogy férfi, addig nem férfi, majd ha bebizonyítják, az lesz. Tehát a magyar tudományos élet prostituálta ezen tagjai szinte valóban utcalánként kiszolgálják azt az intézetet, amely Budapestről megmondja, megüzeli a moszkvai elvtársaknak, hogy legyen nő. De hát az alapjánál így sárkodó. No, hát ez a kérdés, hogy van-e remény arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vajon mikor jut el arra a szintre, hogy az ilyen leveleket nem merjen megírni, legalább szép, mert hogyha egy kis önézetlenben belépünk, akkor valóban futárpóstával titkosan adták volna fel, de ők képesek a kezébe adni, hogy vidd, hogy majd a te eredményed, amit majd ti ott együtt megállapítok, az legyen női csontváz. A másik gondolatom pedig az, hogy Herman Robert, ugye, akit olyan cinikus megnyilatkozása, hogy hát ha nem volt a segesvári csata után a hadifoglyok között és nem látta senki, akkor ha csak el nem ment a erdélyi havasokba Vándorpópának, román Vándorpópának, ugye? Tehát ez a tudományos érvelés, hogy gondoljunk bele, a Herman Robert a magyar tudományos élet egyik legmagasabb posztján álló ember. A magyar történelmi társulat, amely 150 éves, annak az elnök. A Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető tanára, a Magyar Tudományos Akadémia nagy doktora, Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatásokért felelős parancsnok helyettes. Mi lesz még? Tehát rajta felül a magyar szabadságharccal foglalkozó, ezzel a korral foglalkozó tudósok között rajta nincsen felette senki. Ő vajon elfogadja-e azt, és nem fog-e mindent megtenni azért, hogy ez az igazság kiderüljön? Hiszen akkor ő megint ezzel lehet szembesíteni. Meg, akkor meg. Én elmondhatom önöknek, hogy a kezembe jutott egy magyar ifjúság 2002 vagy 3-as száma, amikor még a rendszerváltás előtt volt, akkor 91 évek közepén vagyunk, ahol a Magyar Ifjúság című újság riportot készít, amíg egyetemista Herman Robert. A 80-as évek között. Nem 80-as. 80-as, még rendszerváltás előtt. Akkor volt egyetemista, harmadéves vagy negyedéves, és a Sesták Ágnes készítette vele ezt a riportot, megvan a cikk. Elmondta, hogy ő a magyar szabadságharccal fog foglalkozni, majd meg lesz. És teljesen váratlanul a Sesták Ágnes utolsó kérdésként fölteszi neki, hogy mi a véleménye önnek Petőfi Sándor szibériai életéről. És az egyetemista, Herman Robert azt mondja, hogy teljességgel ki van zárva. Már akkor tudja. Akkor tudja, hogy neki az egész életét mire kell áldozni. Tehát tudta, hogy ez a igazság, a bizonyosság, és ezt kell védeni egy élete végig. Hát most szembesülhet ő azzal, hogy egy hazugságot védett, amikor fiatal egyetemistaként kimondta az öreg igazságot. És a karrierjét ennek köszönhetően. Így van. Igen. Tehát ezért azokat az ellenállásokat, amelyeket mi tapasztalunk, ugye a mindennapokban, várhatóan a jövőben is tapasztalni fogjuk, és adja az Isten, hogy minél több információt bányászunk elő, mert ezek az információk, ahogy majd a későbbi évben tapasztaljuk, a Herman Robert kijelentésében is, ugye ez az egyik legmunkább érvelés, hogy azért nem Petőfi csontjait találhatták meg Barbuzinban, mert nem vittek hadifoglyokat az oroszok. Azt gondoltam, össze kéne fogni azt ezeket, lenyilvazni. Ez egy következő lépés. Köszönöm szépen! Ez nagyon tanulságos volt, hiszen látszik az a tendencia, hogy hogyan képesek tudósok beállni valaki által, lehet, hogy a politika által,
által megállapított és örök érvényűnek tartott igazságügyét, és ebből nem engednek semmit. Én azt hiszem, hogy a következőkben mindenre sor kerül, Imrének megköszönjük, és akinek lesz kérdése, vagy megköszönjük. Teszek akkor a világnak sarkai. Földindulástól mennydörgésül nőből meg fognak ingani. Ha összevesz, mint négy vadállat,